A megyei önkormányzat közbiztonsági programjának részeként tartottak előadást a Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság képviselői Sárospatakon. A művelődés háza és könyvtára két helyszínt is biztosított, hiszen a fiataloknak és az időseknek külön-külön előadást tartottak. A középiskolás korosztálynak a kábítószer veszélyeire hívták fel a figyelmet egy film segítségével. A film kapcsán megpróbáljuk ezt a témát körüljárni, remélem, hogy aktívan közreműködnek majd benne, és szeretném egy ilyen interaktív beszélgetéssé tenni ezt a mai programot, nem pedig egy frontális előadásról lenne szó. A drogprevenciós előadás során a fiatalokat arra ösztönözték, hogy mondják el saját véleményüket a drogfogyasztással és annak következményeivel kapcsolatban. Mivel ugye sok mindenről tájékozottak ebben a témában, ezért megpróbálunk olyan hiteles információkat átadni nekik, amelyekből le tudják szűrni azt, hogy amit eddig hallottak a barátoktól, haveroktól, az tényleg így van-e. Filmmel, videóval, képekkel, beszélgetésekkel, valós megtörtént dolgokkal próbáljuk még inkább ráébreszteni őket, hogy igenis komoly következményei vannak, hogyha valaki ilyen szereket fogyaszt. Nem csak a fiataloknak, hanem az időseknek is tartottak előadást. Természetesen a témaválasztás merőben más volt. Ez az előadás az időskorú lakosságnak szól, kifejezetten őket célozza meg. Számukra bemutatásra kerül majd vagyonvédelmi táska, illetve segítséget kapnak majd ahhoz, hogy miként tudják vagyonukat megvédeni, illetve elkerülni azt, hogy sértetté váljanak. Ezért van szükség a minél szélesebb körű tájékoztatásra. Manapság az időskorúak sok veszélynek vannak kitéve, ezért is van szükség erre az előadásra, és remélhetőleg a mai előadáson sokan megjelennek, illetve reméljük, hogy a közeljövőben megtartandó előadásokra is szeretettel várják az előadást, és eljönnek megnézni minket.